A Kiberma mai adásában kipróbálunk egy felső kategóriás fejhallgatót, és azt is megnézzük, hogy a munka és a zenehallgatás mellett milyen módon tudjuk összekötni kedvenc játékkonzoljainkkal, valamint sportolás közben is megállja-e a helyét. Tényleg hallani a különbséget a sima telefonokhoz adott headsetekhez képest? Ezen kívül szétnézünk kicsit a világban, milyen különleges fejhallgatókat fejlesztettek mostanában. 2021-ben Szemerédi Endre matematikus elméleti számítástechnikához való több évtizedes hozzájárulását, illetve a matematika fejlődése kapcsán végzett munkásságát ismerte el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szenátusa és a Neumann Társaság a Neumann János professzori címmel. Kora egyik legjobb japán RPG játéka volt a 2003-as, annak idején PlayStation 2-re megjelent Shin Megami Tensei 3. Mivel a remasterek és remékek világát éljük, ez a program sem kerülhette el sorsát, és Nocturne HD alcímmel felújítást kapott jelenlegi konzolokra. Kipróbáljuk, hogy vajon lassan 20 évvel később mennyire működik még ez a formula. Végül természetesen a Magyar Nemzeti e-sport bajnokság legjobb meccsei sem maradhatnak ki. A webkamerák és a mikrofonok világa után már pedzegettük, hogy szeretnénk egy picit belemenni a gamer fülesek, vagy általában a fülesek világába, amiket a számítógéphez is tudunk használni. És itt van nekünk, ma ellátogatott hozzánk az AirPods Max, ami hát finoman szólva is a több százezes kategóriás eszközök világába visz el minket. Hát megszokottuk, hogy fülhallgatója minden embernek van manapság, hiszen a legtöbb mobiltelefon azért adnak egyet, ami ugye vagy ilyen, vagy olyan, hát attól függ, hogy még gyártótól kapjuk, de a legtöbb embernek bőven elég ahhoz, hogy mondjuk BKV-zás közben hallgassa a zenét, és ne kelljen többieket hallgatni. Na de mi van akkor, hogyha A, vagy olyan wide-fülűek vagyunk, hogy szeretnénk a zenéket egy picit jobb minőségben hallgatni, illetve attól is függ természetesen, hogy mire akarjuk használni, tehát például munkára, tegyük fel vágásra, és az is fontos még, hogy az eszközénket mi ezt tudjuk csatlakoztatni. Na de akkor ugorjunk neki most az AirPods Max-nek, és nézzük meg, hogy hogyan is működik. Gyakorlatilag nagymamáink ridikülje, köszön vissza, mehetünk el a piacra, túl sok minden nem fog beleférni, és itt nem csak a kinézetről van szó, hanem funkcionalitásban is van egy ilyen érdekesség, hogy gyakorlatilag akkor megy le teljesen 100 pennyba a készülék, hogyha behelyezzük ebbe. Megszokattuk már ettől a gyártótól, hogy mostanában, hogyha bármilyen új eszközt a közelébe engedünk, akkor azonnal meg szokott jelenni, és ez valószínűleg most sem lesz másképp. Meg is jelent az AirPods Max-nek az ilyen háromdimenziós kis grafikája itt a képernyőn, megnyomjuk egy kapcsolódás. Itt animáció keretében már itt mutatja is nekünk a funkciókat. Itt rögtön meg is láthatjuk ezen a kis animáción a zajkezelő gombot. Itt kettőfajta verzió közül lehet választani, illetve a teljes kikapcsolás is lehetséges. Az egyik az, hogy átenged némi hangot, ilyenkor a saját mikrofonján halljuk a bejövő hangokat, hogy azért tudjunk beszélgetni emberekkel, hogyha a fülünkön van, de bekapcsoljuk a teljes zajszűrést is. Persze az se teljesen teljes, tehát nyilvánvalóan, hogyha tapsolnak vagy ordítanak mellettünk, akkor valami behaladszódik belőle, de az utcán úgy sétálva egyébként döbbenetesen sokat tud. Az anyag minősége az eszméletlen szuper, és egyáltalán nem törékeny. Lehet, hogy egy picit annak tűnik elsőre, de érzésre egyáltalán nem az. És itt ugye tudjuk itt a különböző dolgokat kibe húzogatni, hogy a megfelelő fejméretre beállítsuk. Amit elsőnek észreveszek rögtön az az, hogy gyakorlatilag, és itt be is kapcsolom a zajszűrést, ugyanis te kikapcsolom, mert gyakorlatilag azért kezdtem el hirtelen kiabálni az előbb, mert nem hallottam a saját hangomat, mert be volt kapcsolva a zajszűrés. Na nézzük meg, itt most be tudjuk állítani a térbeli hangzást, és itt tudunk választani, hogy térbeli vagy stereo hangot akarunk hallani, és mutatja, hogy 62%. Kész! És már is készen vagyunk, más gyártók telefonjával is természetesen működik, tehát ne gondoljon senki rosszra, mindent ne lehet használni. És most egy kicsit nézzünk szét a világban, milyen különleges fejhallgatókat fejlesztettek mostanában. Itt van rögtön a nemes egyszerűséggel humán fejhallgató névre keresztelt kütyű. Ez a világ első fülre akasztható, vezeték nélküli fejhallgatója. Egy füles, amit nem a fülbe kell dugni, de mégis a füldugók flexibilitását nyújtja. Mindeközben a hangzás minősége vetekszik a legjobb fejhallgatókéval. Ráadásul összepattintva, asztali hangszoróként is működik, sőt, 11 nyelvről tolmácsol. Mindezt a füles tapogatva vezérelhetjük. A fejlesztés extra, egyedi, hasonlót egyelőre nem találtunk. Annak ajánljuk, aki szereti a feltűnő megjelenést. Ugyanakkor viselni nem stabil, kerüljük vele a fejrázást. 50% feletti hangerőnél pedig a környezetünk is rájön, hogy mit hallgatunk, mert gyenge a hangszigetelése.
Az egyfüles mód pedig nem működik, mivel a két fejhallgató egymáson keresztül kapcsolódik a Bluetooth-hoz. Ez pedig már a Da Vinci Smart Headphones, ami a nevéhez hűen egy okostelefont ültetett rá a jobb fülesre, amit nyilván a nagy olasz polihisztor se csinálhatott volna frappánsabban. Így nem kell külön telefon a fülhallgatóhoz, mert azt már oda tapasztották a fejünkre. Ráadásul saját SIM-kártyája van, működik Wi-Fi-ről és rákapcsolható más Bluetooth-os eszköz is. Sőt, ha már benne van a mobiltelefon, nem csak kibekapcsolásra, hangerőszabályozásra és előre és visszaugrálásra alkalmas a kezelőszerve, hanem például hangüzeneteket is rögzíthetünk. A hangszóró minősége egyébként átlagos, de a készülékben benne van a jövő fülhallgatóinak lehetősége is. Ez egészen hihetetlen tényleg, mintha egy stúdióban lennék, egy jazz koncerten, egy ilyen kisebb stúdióban. Nagyon fontos ugye az, hogy a különböző fülesek, azok különböző zenei stílusokra jók. Tehát van olyan füles, amiben lehet, hogy a jazz, a komoly zene fog jobban szólni, a hagyományos hangszereket hozza ki jobban, és van olyan füles, amiben meg mondjuk a különböző, akár hardcore, vagy ilyen egyéb ilyen tűztő zenéket, vagy az egyéb ilyen slágereket fogjuk jobban hallani. Nagyon fontos az, hogy a fülhallgatóknál természetesen a szivacs rész az elszokott rongyolódni idővel, egy egyszerű mozdulattal, ezt ki tudjuk innen kapni, ezt egy mágnes tartja, ezt lehet is érezni, amikor visszaengedjük, hopp, be is ugrott a helyére, és ennyi az egész. Egyébként a high-end fülhallgatóknak a világában nincsen egyértelmű győztes, már az embernek az ízlésvilága dönti el. Ez ugyanilyen, mint a televízióknak a világa, hogy attól függetlenül, hogy most tudjuk azt, hogy mondjuk az OLED, vagy legújabban a, mit tudom én, a még újabb fejlesztések, a MicroLED, meg ilyen dolgok, azok lehet, hogy azok a legjobbak, de az, hogy mondjuk a színvilága melyik tévének tetszik a legjobban, az teljesen ízlés dolga. V-Share. Minden fejen hordott hangszóró alapproblémáját hivatott megoldani ez a konstrukció, nevezetesen azt, hogy fél óra után ne nyomja szét a szivacs az ember fülét. Ehhez spéci távtartókat használnak, amelyek kétféle üzemmódban működnek attól függően, hogy merre tekerik őket. Az egyik irányban minden hangot beenged, de kifelé semmit. Ez jól jön egy irodai munkánál, hogy a főnök ne hallja, mit hallgatunk. A másik semmit nem enged ki, és szinte semmit nem enged be. Ha elmélyednénk és teljes kikapcsolódásra vágyunk. És elérkeztünk a jelenleg használatos fejhallgatók egy új generációjához, ami ötvözi a füldugók és fejhallgatók legjobb tulajdonságait, miközben personalizálva felméri az emberi hallástartományt és hallóteret, hogy teljesen egyedi hangzást adjon. Ez a Neurophone. Minden idők legjobban teljesítő ausztrál Kickstarter ötleteként indult. 2018-ban 1,8 millió dollárt hozott a feltalálóknak, akik azonnal megalapították a Nura nevű kutatócéget. Dr. Luke Campbell audiológus és Dr. Dragan Petrovic villamosmérnök egyetlen célja az volt, hogy a fejhallgatóból kijövő zenei élményt pontosan rá tudják hangolni a tulajdonos hallástartományára. Ez a képtelen ötlet végül bejött nekik, a YouTube pedig tele van a Neurophone hangzástól meglepődő emberekkel. Mi ugye gamerek vagyunk. Itt van a PlayStation, itt van egy Nintendo Switch, és hogyha van egy ilyen fülhallgatónk, akkor hát szeretnénk azt, hogy ne csak a telefonnal tudjunk zenét hallgatni, vagy mondjuk számítógéppel tudjunk ugye zenét hallgatni, vagy dolgozni, hanem hogyha már ezt beszereztük, akkor mi lenne, hogyha tudnánk használni a különböző eszközeinkkel. Hiába Bluetooth-tal csatlakozik természetesen a telefonhoz, önmagában ez nem fog kommunikálni nekünk különböző eszközökkel. A lehetőségünk az, hogy be lehet szerezni az internetről, rengeteg gyártótól, ezért mi nem is akarunk kiemelni senkit, úgynevezett kis audio stickeket, és itt már ki is ugrott belőle egy ilyen kis adapter, ezt már mindjárt megmutatom, hogy ez milyen jó. Itt van nekünk, amire szükségünk van, ez a dolog ennyiből áll, egy USB-C csatlakozó van rajta, a mai eszközénken lesz, de ha mégis olyan eszközre szeretnénk használni, akkor beraktak a csomagba egy kis adaptert, így már is hagyományos nagy USB-vé varázsolhatjuk, hiszen ezt így beledugjuk, és már készen is van. Nézzük meg azt, hogy mit kell tennünk akkor, hogyha például egy Nintendo Switch-hez szeretnénk csatlakoztatni. Itt van ez a kis eszköz, ami véletlenül kiugrott az előbb ebből a dobozból, úgynevezett ilyen magasító, olyan, mint amikor ilyen magasító adapter, bepattant a helyére,
Egész jó a dizájn is, tehát persze van egy kis alja, de azért így még meg is áll rajta. Teljesen jó, nem is érezzük azt, hogy esetleg valami elrondítaná a dizájnját a kis handheld konzolunknak. A PlayStation-höz nem kell használni semmilyen ilyen kis magasítót, ugyanis itt az elején itt be is tudjuk tenni a megfelelő lyukba. Ahogy bedugjuk a PlayStation-be, rögtön láthatjuk, hogy van egy negatív UMI, eltakarja a felső nagy USB-t. Nem kell ezzel foglalkozni, hogyha zavar minket, mert szeretnénk használni, akkor használjuk ezt a kábelt hozzá, de mutattam, és akkor bedughatjuk akár hátra is, vagy a nagy USB-be, és akkor nem takarjuk el a másik USB-t. Amikor először akarjuk párosítani az eszközt, akkor lehet látni, hogy itt van egy A és egy B gomb ezen a kis eszközön, ami arra funkcionál, hogy egyszerre kettő fülhallgatót tud kezelni, illetve négyet meg tud jegyezni, és olyankor, amikor először akarjuk használni, akkor miután csatlakoztattuk ugye a különböző konzolhoz, bent tartjuk azt a gombot, például az A-t, amíg nem kezd el villogni, és ezzel egy időben, ha erről a konkrét fülhallgatóról beszélünk, akkor megnyomjuk ezt a gombot, amivel az ajszerést tudtuk választani, és akkor fogja megtalálni ezt a kis hangeszközt, és onnantól fogva már rendben is van, azon érzékeli a konzol a sticket, és ki lehet választani hangkimeneteknél, hogy mire szeretnénk használni. És most miután átnéztük a saját kis igényeinket itt bent a szobán belül, nézzük meg azt, hogyha kicsit kimozdulunk a négy fal közül, ne adj Isten, sportolunk egy picit, akkor vajon hogy leszünk megelégedve? A fülhallgatók és az orvostudomány összeházasításából jönnek a 2021-es év újdonságai, az úgynevezett EEG fülhallgatók. Ezek az elektroenkefalográf érzékenységével rendelkező parányok leveszik a gazdi agyhullámait, személyre szabott mesterséges intelligenciával analizálják a tulaj éppen aktuális mentális állapotát, majd visszacsatolnak. Például olyan ritmusú, telítettségű, hangképű és hangerősségű zenét, ami megnyugtatja, vagy éppen felpörgeti a hallgatót. A Neurable látszólag egy közönséges fejhallgató, de a beépített EEG szenzoroknak és analizáló intelligenciának köszönhetően képes felmérni, melyik napszakban milyen fókuszáltságra képes a delikvens. Ezt egyrészt egy mobilabban vissza is jelzik, kiszámolja, hogy mikor milyen szellemi foglalkozást, munkát, meditálást érdemes végezni, másrészt, ha kell, kiválasztja, milyen zenével turbózható a delikvens fókuszáltsága. Én nem vagyok egy nagy fülhallgatós, ezt már elmondtam az előző részben is, mert én vagy kocsival megyek valahol, vagy tipikusan olyan vagyok, amikor ez hozzánőtt az autó, vagy otthon vagyok, és én mind a két helyen ugye van más hangfal, meg ilyenek. Kétfajta ember van, vannak akik fülhallgatóval utaznak, meg van akik kocsival utaznak. Igen. Endre a kocsival utaz. Én kocsival utazom, viszont ha jól tudom, akkor ugye te ennek azt a verzióját, ami már évek óta létezik, a agyba dugósat, ahogy szokták mondani, a kis AirPods-ot te már évek óta használod, és egyébként hát gondolom azért használod évek óta, meg vagy vele valamennyire azért elégedve. És sportoláshoz teljes mértékben tökéletesen működik sportolás közben, mert nem esik ki a fülemből, és ugye nincs, tehát mivel Bluetooth-os ez is, nincsen kábel, tud az ember mozogni, tud az ember futni, és nem akadsz bele semmiben. Na most itt van nekünk a nagy tesó, az már most ugye egy kérdés vajon, hogyha ez a fejeden van, akkor ez leesik-e? Most azért nyilván azt nem szeretném, hogy itt szaltúzgass meg minden, azért ne tegyük tönkre, de mi lenne, engem, hogyha... vagy a... Ami a fontosabb, ami... Szóval, ahogy te is mondtad, azt én sem hiszem, hogy olyan sportra van kitalálva, amikor úgy folyik rólad a víz, hogy két liter folyadékot vesztesz egy perc alatt, tehát azt én sem azt gondolom, hogy ez a megoldás. Nem, magyarul sakkhoz találták ki ezt. Igen, sakkhoz, e-sport, igen. Egyébként e-sport, az biztos fél benne egy parádés. De első körben azt szeretném, hogy most vedd föl, légy szíves, mondd, hogy mennyire kényelmes, illetve indítok neked valami zenét. Ez azért jó, mert hogyha az Endre bármit mond, és nem értek vele egyet, ki tudom őt kapcsolni, és ezt hadd mondja, nem érdekel. Amúgy egyébként ez én is gondolkodtam, hogy családi veszekedések meg volt, nem, hogy így beül valaki a sarokba, föltesz egy ilyet a fülére, és... Csak nem értik, hogy miért eszed a vasárnapi húslevest egy ekkora fülhallgatóval. Igen, közben mosolyogva. És mindig mosolyogsz, és igen. Nincsen veszekedés a családban. Igen, közben meg elválok, nem érted? Elválok. Nézzük meg, hogy arra alkalmas-e, aztán elmondod a tapasztalataidat, úgyhogy gyerünk, nyomásom. Megyek, mester! Ha kikapcsolod teljesen a külvilágot, akkor tényleg el tudsz így veszni a saját gondolataidban, akár sportolás közben is. Akkor lehet, hogy nem merném bekapcsolni a teljes kizárást, mert mi van, hogyha jön az autó, dudál, vagy kiabálnak, hogy úristen, vigyázz! Nem, ez teljesen jogos, nem, én arra gondolok, hogy az ember fölmegy mondjuk a normafára, és a természet lágyülés szeretne sportolni,
és ezt a zent akarja beszívni. Igen. Eltűntél. De úgy látom, hogy ez a kedvenc. Nem, ez számomra hihetetlen, hogy egyszer csak egy gomnyomásra el tudod tüntetni a füledből, az agyadból az atmoszférát, és ki tudod kapcsolni. Teljes süketség. És visszatért az élet, a mandár csicsergés, meg Endrének a kravácsolása a háttérre. Egyébként átérzem, mert gyakorlatilag én is, amikor ezt felvettem először, akkor órákon kezdődik ezzel szorogoztam, hogy... Na, akkor én sportozok még egy picit. Csinál sportot. Do sports. Do some sport. Az az érzésem, hogy könnyű hozzászokni ahhoz, amikor kipróbáltam egy nagyon új minőségi dolgot, és akkor onnantól fogva azt számít egy új alapnak. Az elmúlt két napban mindenhez ezt használtam tényleg szó szerint, ha csak a kocsiból mentem 10 percet hazáig, akkor is már feltettem, illetve otthon, mint mondtam, a játékhoz, számítógéphez mindenhez ezt használtam. Nekem nagyon tetszett, a hangminőség az tényleg döbbenetesen jó. Minden zenémet, amit évek óta hallgatok, előkerestem meg direkt, hogy ezen hogy szólnak, és nagyon jó. Igen, és egyébként én azt észleltem, hogy sportoláshoz is jó, bár én azt gondolom, hogy nem feltétlen sportoláshoz lett ez tervezve. Azért nem komfortos, hogyha az ember beleizzad, de által sarat, megvannak az életnek azon területei és pillanatai, amikor tényleg ez a csúcsminőség ott kell, hogy legyen az ember fején, és élvezni tudjuk a zenét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Neumann Társaság 2017-ben alapította a Neumann János professzori címet, amelyet azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanár kaphat meg, akinek a tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez. 2021-ben Szemerédi Endrének, a 2012-ben a matematika Nobel-díjának tekintett Ebel-díjjal is jutalmazott magyar matematikusnak, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának ítélte a Neumann professzori címet, a BME szenátusa és a Neumann Társaság. A Műegyetem a matematikai alapokra épülő műszaki kiválóság és mérnökképzés képviselőjeként sokat köszönhet Szemerédi Endre tudományos munkásságának. Kutatási eredményei számos, az egyetemünkön ma zajló jövőbe mutató kutatásfejlesztési program tudományos alapjait és kiinduló pontját képezik, mondta el a kitüntetés kapcsán Józsa János, a Műegyetem rektora. Az elmúlt években Szemerédi Endre számos kulcsfontosságú tételt fogalmazott meg a diszkrét matematikában és az elméleti számítástechnikában. A Szemerédi tétel a komparatikus számelmélet egyik alapvető eredménye, amely megjelenik a számos matematika területén, illetve a hálózatelméletben is. Az utóbbi terület manapság az internetes fejlesztések mellett a pandémiával kapcsolatos kutatások kapcsán került fel. Szemerédi professzor munkássága kiinduló pontjáról szolgált további kutatásokhoz, lefektette az alapokat a matematika új irányai számára. A díjat a BME szenátusának május 29-i ünnepi ülésén adta át a BME rektora és a Neumann Társaság elnöke. Az ünnepi szenátus eseményen a tiszteletbeli doktorok avatására, valamint a József Nádor emlékére és más rangos műegyetemi kitüntetések adományozására is sor került. Műsorunk után az Én vagyok itt vendége Szemerédi Endre professzor. Who is it? Who dares disrupt this stillness? Only a lost lamb. Senkit sem lep meg, azt hiszem, hogy egy újabb remasterrel lesz dolgunk ezen a héten, mégpedig a keményebb fajtából. Ugyanis a Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD kiadását fogjuk tesztelni, hát aki nem ismeri a sorozatot, annak rendkívül bonyolultan hangzik, egyébként a játék eredetileg 2003-ban jelent meg PlayStation 2-re, és annak idején a világ egyik legjobb japán RPG-nek, vagyis JRPG-nek tartották. Nézzük meg azt, hogy a lassan eltelt 20 év alatt hogyan öregedett a játék, illetve hogyan sikerült a felújítás, és megállja a helyét a modern időkben. So, you made it. Your strength is outstanding. We
We shall meet again soon. A játékot egyébként az Atlus fejlesztette, nekik köszönjük többek között a Persona sorozatot is. A játék története szerint egy posztapokaliptikus Tókióban játszódik, lényegében a játék elején a főhősünk meg akarja látogatni egyik tanárát egy kórházban, és útközben kiderül, hogy Tókióban kettő darab szekta összecsapott, és egymás ellen harcolnak, és aztán, amikor a kórházba jutunk, akkor kiderül, hogy teljesen el van néptelenedve az egész, és a főhősünk belebotlik pár érdekes szereplőbe, majd gyakorlatilag a szemtől lesz a kórháznak a tetején, hogy egy ilyen vortex világ alakítják át Tokiót, meg persze az egész világot, és démoni erőket kapunk, mert hát lát bennünk fantáziát az egyik titulatos karakter, de a lényeg az, hogy bekerülünk egy ilyen démonok által megszállt Tokióba, nekünk is meg kell szerznünk sok démonnak a támogatását, hogy összetudjunk velük csapni. Ahogy megszokattuk az Atlus játékoktól, egy kicsit elvont történetet kapunk, ahol folyamatosan megkérdőjelezzük mindennek az értelmét, hogy most mi az, ami igazából megtörténik, ki mit szeretne, stb. Egy nagyon komoly, nagyon odafigyelős történettel van dolgunk. A lényeg az, hogy ez egy klasszikus körökre osztott játék. Itt láthatjuk, hogy néz ki a harc. Egyébként ebben is van egyediség, de azt nagyon nehéz lenne leírni. Nagyon érdekes módon adották meg a különböző köröknek a használatát. Ami az újításokat illeti, természetesen az látszik, hogy valamennyire a különböző felbontásokat ugye sikerült felhúzni, különösen igaz ez a PC-s verzióra, ahol egészen 4K-ig tudjuk skálázni a történetet. Viszont ugyanakkor természetesen az átvezető videók azok megmaradtak ilyen 4:3-asnak, hiszen azokat ugye nem lehetett már megcsinálni újra. Egyébként rendkívül sok új textúrát és stb. Kapott a játék. Ami nagyon fontos, hogy bekerült egy merciful fokozat a játékba, egy nehézségi fokozat. Ez azoknak van, akik nem szeretnének nagyon szenvedni a játéknak a különböző harcaiban, és erre szükség is van, mert a játék annak idején is, meg hát azóta is nagyon nehéznek számít. Nagyon oda kell figyelni, hogy megfelelő képességet használjuk, hogy megszerezzük a különböző démonoknak a segítségét, és a többi, és a többi. Úgyhogy azok számára, akik újabb játékosok, akiknek esetleg 2021-ben már nincs idejük arra, hogy hosszú órákat üljenek vele csak abba, hogy erősítsék a karakterüket, ők ezen a könnyített fokozaton is végigjátszhatják a játékot. Lényegében sokat nem változott az eredeti verzióhoz képest, természetesen a felbontásoktól eltekintve. A játékmechanikák régiek, a mentési rendszer régi, ahogy az egész karakterek, az animációk mozognak a régi, de ez egyáltalán nem negatívum. Itt a lényeg az volt, hogy mai modern gépeken is PlayStation 4-en, vagy PlayStation 5-ön, természetesen Nintendo Switch-en és PC-n is végre játszhatjuk a Shin Megami Tensei 3 Noctunt, és azok, akik még nem játszottak vele, de imádják a JRPG-ket, itt az igazán kiváló lehetőség arra, hogy bepótolják ezt a fantasztikus játékot. Az alapszakasz utolsó hetéhez érkezett a K&H MNAB League of Legends mezőnye. A Rainbow Six Siege játékosok 3 hetes pihenő után bizonyították ismét rátermettségüket. Magyarország legnagyobb liga rendszerű e-sport bajnokságában rengeteg esemény történt az elmúlt napokban. Csak így viszont nem fog ez 1v1-eket olyan könnyen megnyerni, hogyha ez bizony változna, na, dive-olni próbálja azt, de hát ki tudja, Harry? League of Legends. A Team Plague mellett bebiztosította helyét a rájátszásban a Lenovo Legion Homewaid, azonban minden más kérdés nyitva maradt. Mind a top 4-ért, mind a kiesés elkerüléséért óriási harcok zajlanak a tabella minden pontján. Az Illés Akadémia Spirit egy hét alatt 2-szer annyi győzelmet szerzett, mint előtte az egész szezonban, ami intőjel lehet mindenki hívó számára. A nagyágyúk közül sem a Wanderstack, sem a KMK nem tud kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtani, aminek legnagyobb nyertesei a Golden Fox és a Level Up játékosai lehetnek. Én sajnálatos moziban lesz most sokan ebben a körben, azzal az Echo-val. Rainbow Six Siege. A K&H MNAB harmadik szezonjának felén is átlendült a mezőny, miután az elmúlt héten 3 fordulót is rendeztek a bajnokságban. A hét legnagyobb nyertese a Nice Gaming volt, akik mindhárom találkozójukat megnyerték, és ezzel feljöttek a harmadik helyre. Előttük az ex High Coast eSports és a Wild sikeres napokon van túl, bár a HCE elbukta veretlenségét, de első helyet továbbra sem forog veszélyben, miközben a vadak egy 6-1-es vezetést voltak képtelenek 3 pontra váltani a Genesis Gaming ellen, így X lett a vége. A GG emellett az Illés Akadémia Spirittől is pontot tudott rabolni, viszont még ezek sem elegendőek, hogy elmozduljanak a sereghajtó pozícióból. Ugyan még 5 forduló hátra van, de egyedül már csak a KMK-nak maradt esélye, hogy megcsípje esetleg a rájátszás egyik helyét. De az 5 pontos hátrányt nem lesz egyszerű ledolgozniuk, pláne úgy, hogy az egyik nagy riválistól újfent kikaptak. Suszi, közép! Nem írjál Penny, pedig egy nagyon szép passzjáték lehetett volna megint a Future Gaming javára. Rocket League.
8 csapat maradt talpon előzetesen a bajnoki címért folyó küzdelemben. Kettő közülük automatikusan kiharcolta részvételét a 4-es döntőre, még további 6 gárdának a rájátszás során kellett megküzdenie a továbbjutásért. Az első két mérkőzésen a Future Gaming és a Team Plague is egyaránt 4-0 arányú győzelmet ért el, előbbi a KMK eSports, utóbbi pedig a Sinking ellen. Így az alsó ági elődöntőben ők játszottak egymás ellen. Ez az összecsapás nagy küzdelmet hozott, alig volt különbség a csapatok között, végül a Future Gaming bizonyult jobbnak 4-2 arányban. Mindeközben a felsőági döntőben a csoportok második helyezettjei, az MTK Budapest és a Spártaiak csaptak össze, amely összecsapás előbbi csapat 4-1 arányú győzelmével zárult, így az MTK továbbjutott, a Spártaiak pedig javításra kényszerültek a Future Gaming ellen. Ez nem sikerült nekik, a Best of Seven set mind a 7 mérkőzése kijátszásra került, de a legvégén a Future Gaming bizonyult jobbnak, így az MTK mellett velük is biztosan találkozunk a 4-es döntőben. Donát elé kerül, ez egy nagyon jó meglátás, és Bati Gergő a találat szerzője. HPCL. Hajrájához érkezett a KNTH MNEP HPCL a 9. fordulóval, és bár több nagy csapat is pontokat bukott, az éllovas MTK ezt mégsem tudta kihasználni. A 11. level up-ot sikerült legyőzniük könnyedén, de a sereghajtó vasassal már nem bírtak el. Szerencséjükre azonban a Puskás meglepetésre kikapott a Genesis Gamingtől, de a Troll foci például mindkét találkozóján döntetlent ért csak el, mi alatt a DVSC sem tudott profitálni ebből, ugyanis az ETE és a PTE Peac ellen is csak 1-1-et játszottak. A Genesis meglepő sikerével felzárkózott az élmezőnyre, miközben a felemás eredmények hatására a Honvéd és a Veszprém mellé a PTE is megjött, akik az utóbbi hetekben nagyszerű formában játszanak, és 4 meccs alatt egyszer sem kaptak ki, így alig hanem megmenekültek a kieséstől. A kieső zónában pedig szép lassan úgy tűnik nem lesz változás, és a Grosics alapítvány, a Level Up és a Vasas vívhat csatát majd az osztályozóért. És ezekben a pillanatokban megjelennek a piros lámpák, és ahogy kialszik, ez az úriember, meg a többiek! Gran Turismo Sport. A KNTH MNEP Simliga GTS Sport bajnokság 4. hétvégéjén az első futam csak az elején hozott izgalmakat, a 3. körben ugyanis Blazsán Patrik, aki egyébként pole pozícióból indult, visszaelőzte Szarka Zsoltot. Ezt követően ő meg is tudott lépni a mezőnytől, miközben Szarkának Báder Benyáminnal kellett nagy harcot vívnia. Bár megpróbálta idővel megnehezíteni az első helyezett dolgát, de ez csak egy rövid ideig tartott. A futam végére ismét a pozícióját kellett védenie, azonban az utolsó körben az addig 3. Báder mégis maga mögé tudta utasítani ellenfelét, és behozta autóját a 2. helyen. A fordított rajtrácsos futam aztán őrült versenyt hozott. Miután 4-en is előverekedték magukat, Blazsán a 4. helyről kellett, hogy előzgetve a lehető legjobb eredményt érje el. Szarka pedig élete egyik legjobb védekezését mutatta be, és 5 körön keresztül tudta tartani a bajnokság éllovasát, és megnyerte a futamot. Ezzel 4 pontot le tudott dolgozni a hátrányából, de 2 verseny hétvégével a vége előtt még mindig 10 pont a lemaradása. Cselezgetés, brazil Ronaldo ugye, a nagy fenoménó, a lövését azonban sikerül. Hunes Masters. Az első havi győztesek közül most egyik játékosnak sem sikerült beverekednie magát a legjobb 3-ba, ez pedig lehetőséget nyújtott a többieknek is. PS4-en a döntőt Gogetinho és The Boy vívta meg, aki nagy csatában aranygóllal győzte le Grizzly Jam 22-t. Az első meccset a fináléban szintén ő nyerte meg, ráadásul elég magabiztosan 3-1-re. A visszavágón aztán se perc alatt ledolgozta hátrányát, majd előnybe is került Gócs, de hiába vezetett 3-0-ra, The Boy szépíteni tudott, így a gólegyenlőség miatt itt is 3. meccsre került a sor, és ott is hiába támadott az elején az utóbbi játékos, Gócs egy kontrából betalált és győzött. Xboxon Ciro és Vadicska Oliver mérkőzött meg egymással. Vadicska ezen a napon a 3 meccsét döntőig kiütéssel nyerte meg, de az utolsó találkozón emberére akadt. Az első meccsen egy őrült adokkapokat hoztak össze, és akkor Ciro 5-4-re diadalmaskodott, míg a visszavágón sokáig 1-0-ra vezetett, amire jött Olivertől egy válasz, végül újra betalált a fiatal titán, és 2 sikerrel Ciro lett a májusi hónap első helyezettje, a Hunes FIFA Masters-en. Visszanyom a gombot, igen. És megérkeztetek. Igen. Megérkeztek a madarak, meg megérkezett az atmoszféra. Hihetetlen. Ez jó, az atmoszban így elment, nem?